Sziasztok! Geszler Dorottya vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a Fit for Good Weekendjén, Magyarország első virtuális fitness rendezvényén. Nagyon remélem, hogy sokan itt vagytok, olyanok is, akik már csinálták és szeretik a Pilateszt, és azért remélem, hogy vannak olyanok is, akik még egyáltalán nem próbálkoztak vele. Ez most egy remek alkalom arra, hogy megpróbáld, és aztán, hogyha tetszik, akkor persze majd folytatni is tudod. Nos, körülbelül 15 percet fogunk tornázni. Ilyenkor mindig bajban vagyok egyébként, amikor csak egy ilyen kis ízelítőt kell készítenem, mert hogy a 15 perc az nagyon nem mértékegység a Pilatesben sem. Hiszen a Pilates az pontosan arról szólna, hogy ne egyből a legnehezebb gyakorlatokkal kezdjük, hanem a fokozatosság elvéről szólna, és bizony az elején gyakran sok-sok órát, időt eltöltünk azzal, hogy beállítsuk a helyes testtartást, hogy megtaláljuk a központunkat, hogy összehangoljuk a mozgást a légzéssel, és aztán, hogyha megvannak ezek a stabil alapok, akkor erre nagyon szépen lehet majd aztán építkezni. Erre most itt nem lesz alkalom, erre a 15 percben, de azért remélem, hogy így is élvezni fogjátok, és majd aki szeretne jobban belemélyedni, azt talán megteszi. Gyertek, kezdjünk is el dolgozni, oldaltfekvésben fogunk kezdeni. Egy egyenes oldalt fekvést szeretnék kérni, billensd be a farokcsontodat, húzd a köldöködet nagyon a gerinc felé, ez a Pilatesben a tartott központ, elől megtámaszkodunk, és már kezdünk is. Megemeljük a fölül lévő lábat, megtartjuk, mellé zárjuk a másikat, letesszük, és letesszük. Emel, emel, visszatesz, visszatesz. Fontos, hogy ezt a lábat tartsuk meg itt, és az alul lévőt húzzuk hozzá, nem fordítva történik. Az is fontos, hogy ne legyen benne lendület, hanem erőből végezzünk minden gyakorlatot. És közben nagyon tartjuk a központot. És megyünk is tovább. Emel, emel, és most együtt tesszük le a két lábat. Látod, amikor leteszem, akkor is lassan és erőből teszem le, nem dobom le, nem döngölöm bele a földbe a lábakat, hanem nálam van a kontroll. Én irányítok. Fontos, hogy a vállat nagyon lehúzzuk, amikor most, mikor emeljük a másik lábat. Aha, gyere még egyet ugyanígy, és letesszük. Most a két lábat emeljük együtt, és visszatesz. Messzire nyújtjuk, és onnan emeljük, onnan tesszük le. Gyere még. A Pilatesben egyébként nem csinálunk őrült hosszú sorozatokat, de érezni fogjátok így is, azt garantálom. Nagyon lehúz a váll, és nyitva marad. És most letesszük a fülünket, kinyújtjuk a karunkat itt a testünkön, és emeljük mindkét lábat, és a felső testet is. Nyújtózunk oda messzire oldalra a karunkkal, és vissza. És húzzuk fel. Azaz. Gyere még hármat. Még kettőt. Egy utolsót. És visszajövünk ugyanide, visszatámaszkodunk, behúzzuk a térdeket a mellkashoz, és kinyújtjuk. Még mindig a levegőben vannak a lábak. Behúz, és kinyújt. Közel a mellkashoz, és a levegőben. Azaz, gyere így tovább. Van még kettő. Megtartjuk a levegőben, és nyitunk egy ollót. Előre, hátra megy a két láb. Azaz. És figyelj, most nagyon fontos, hogy tartsd meg a felső testet. Akkor tudod ezt megcsinálni, hogyha nagyon behúzod a köldöket a gerinc felé, vagyis nagyon tartod a központot. Megtartjuk a két lábat középen, és megint behúz a térd, és kinyújt. Még mindig a levegőben vagyunk, ne fáradj, a mellkas marad nyitva, válladat nem húzod föl. Gyere, egy utolsót csinálunk, és utána még egy pici nyalánkság, húzod föl csak piciket, húz, 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 még hármat, kettőt, utolsót, és lassan, lassan, lassan tesszük le, nem dobjuk le most sem. Oké, szép volt, húzd be a két térdet, és nyújtsd előre a két karodat. Csinálunk egy mellkasnyitást, nyújtózkodunk egy picit. Beszívod a levegőt, ellen együtt marad a két térd, és nézel hátra a tenyered után, hozod vissza,
Megint beszívjuk a levegőt, nyitod a mellkast. Itt maradunk egy picit, lélegzel benne. És visszahozod. És gyere még egyet. És visszahoz. Oké, tovább fordulunk hajat fekvésbe. Karokat hoz le a tested mellé. Talpak pici terpezben a talajon, ha válhidat fogunk csinálni. Emeled a csípődet egyenes gerincsel, és gördülsz le csigolyáról csigolyára. Gyere így tovább. Emel, és legördülsz. Amikor fönt vagy, tartod ott is párhuzamosan a combokat, térdek nem mennek ki oldalra. Érezni fogod, hogy a belső combod is dolgozik. Tónusban vannak az izmok. Gyere még fönt, és lent. A következőt megtartjuk fönt, csak félig engeded le a csípőt, és egy pici pumpa jön fönt, 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 emel, 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 és gördülj vissza csigolyáról csigolyára. Húzd be egy pillanatra a két térded a mellkashoz, ha jól esik, akkor gördülhetsz is picit ellentétesen. Aztán itt középen nyújtózkodhatsz egy jó nagyot, és jövünk vissza ugyanebbe a kiinduló helyzetbe. Megemeljük a csípőnket, megtartjuk itt fönt, és gyere, lábemelés jön. Csak hajlított térdel megemeled, és visszateszed, most sem dobod le. Megemeled, beszívod a levegőt, kilégzésre vissza. Mikor megemeled, keresd meg a szép derékszögeket a két lábszáraddal, ezt nevezi a Pilates tabletopnak, ezt a helyzetet kell megkeresned. Gyere még, emel a láb, vissza, emel. Vissza, és miközben csinálsz belőle még egyet-egyet, gondold végig, hogy melyik lesz az a lábad, ami az előbb alul volt. Azt tartod meg most fönt, picit engeded le a csípőt, és tolod fel, tolod, tolod, fönt, 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 megtartod, leteszed a lábat, és legördülsz csigolyáról csigolyára, azaz megint behúzhatod a két térdet. Nyújtózkodhatsz egy jó nagyot, mehet egyik oldalra, másik oldalra is a nyújtás, ahogy jól esik, aztán visszahúzod a térdeket, és fordulunk egy negyedet, gyere nyugodtan nekem háttal, mert aztán megyünk majd át a másik oldalra, és nyújtsd ki a két lábadat ide a plafon felé. Itt is tart a központ, és egy picit V betűbe kifordítod a lábakat, a sarkaid érnek össze, nyújtva van a térded, és a lábfejed is picce, pici kereszteket fogunk csinálni, egyik elől, másik elől, és így megy tovább. Veszed közben a levegőt folyamatosan, nem tartod vissza. És megtartjuk a két lábat egymás mellett. Jön a béka, hajlítod a térdet, oldalra mennek, és kinyújtod. Pipál a lábfej, sarkad ér össze, és most spiccelsz. Szívod a levegőt, és fújod. Na még térdeket próbáld minél jobban oldalra vinni. Még kettőt csinálunk. Azaz, és mennek tovább a pici keresztek. Egyik elől, másik elől. Próbáld jól belenyújtani a térdet. És végig lélegzel, és megtartjuk a két lábat. Befordított párhuzamosba, a karokat pedig kirakjuk rézsútosan oldalra, ne a vállad, mellé csak rézsútosan. Elvisztük kilégzésre az egyik oldalra, és megtartod, veszed tovább a levegőt. És hozod vissza középre. Kilégzésre megyünk a másik oldalra, hagyd együtt a két bokádat, és vissza közép. Gyere még, itt a legnehezebb ponton tartsd meg, mert hogyha följebb maradsz, akkor nincs benne kihívás, és innen jövünk vissza. Fújjuk a levegőt, másik oldal, ellentétes oldalon pedig a válladat, lapockádat, azt teljesen lehúzod, leszorítod a talajra, nem hagyod, hogy utána menjen. Gyere, van még kettő-kettő, jó kis ferde hasizom. Most ezt a vállat, a lapockát húzod vissza. Tartsd meg ott, ahol a legnehezebb. Aha, gyere, már csak egyet-egyet csinálunk. Vissza, és itt az utolsó. Tartod, de veszed közben a levegőt. Hozd vissza középre, és húzd be. Nyújtózkodhatsz egy jó nagyot karral, lábbal, én most lábbal nem tudok, mert itt van a fotel, de te nyugodtan nyújtózkodj egy jó nagyot, és aztán átfordulunk a másik oldalra. És gyere oldalt fekvésbe, hiszen van egy másik lábunk is.
támaszkodj meg, szép egyenes oldalt fekvés, bent a központ, billent a farokcsont, és messzire nyújtod a lábakat. Megemeljük a fölül lévőt, mellé zár a másik, letesz, letesz. Emeled, emeled, lent marad most nagyon a váll, és így teszed vissza. Na még fönt, fönt, lent, lent. Végig lélegzünk, végig tartjuk a központot, és nagyon lehúzzuk a vállat. Oké, megyünk tovább. Még mindig egyesével emelünk, de már együtt tesszük le. Emel, emel, és együtt le. Fönt, fönt. Még mindig te irányítasz, nem dobod le, amikor jössz lefelé. Erőből engeded. Nincs semmi ledobás. Itt az utolsó. Azaz. És húzod mind a két lábat. És engeded. Most is nagyon figyelj a válladra, hogy nem húzzuk fel, amikor a lábunk jön. Aha. Még hármat. Kettőt. Egy utolsót. És letesszük a nyakunkat. Oldalt a kar. Felső test is jön. És a két láb. Húzzuk, húzzuk. És visszatesz. Segítség, hogyha nyújtod messzire ezt a karodat. Aha. Na még fönt, és lent. Messzire nyújtod, és onnan emeled. Ne csak az emelésre törekedjél, hanem a nyújtózásra is. Hosszú legyen az egész tested. Megtartjuk fönt, visszatámaszkodunk, és jön a térbehúzás. És még mindig a levegőben vagyunk, amikor nyújtjuk. Aha, azaz. Gyere, gyere, már nincs olyan sok. Figyelj nagyon a válladra, ne hagyd beesni. Maradj szépen nyitva. Na, még kettőt. És jönnek majd az ollók. Nyújtott térdel próbáld csinálni. És még mindig a levegőben. Aha, most kell nagyon tartani a központot. Legyen olyan érzés, mintha két fal között lenne a felső tested. És ne mozduljon el. Azaz. Ez az utolsó. Megállítjuk, és megint behúz a térd, és kinyújt. Behúz, és kinyújt. Azaz. Gyere, gyere, ha jól csinálod, akkor már érzed? Jön az utolsó kettő. És aztán már csak a picik vannak. Gyere, még tegyük rá. Húzod, húzod. Emeled, emeled. Még hármat, kettőt. Utolsót, és lassan, lassan, lassan tesszük le, nem dobjuk le. Oké, húzd be a térdeket. Tedd le a füledet is, nyújtsd előre a két karodat, egymáson a két tenyér, és meggyílik a mellkas. Maradj benne, lélegezz. A tekinteted is követi a tenyeredet, és jössz vissza. Beszívod a levegőt. Kicsit itt akadályoztatva vagyok. Remélem, hogy neked több helyed van, de így is meg lehet csinálni. Gyere, még egyet! Hozd vissza. Oké, és jegyezd meg, hogy most ez a lábad volt felül, úgyhogy legközelebb a másikat fogjuk emelni. Átfordulunk hanyatfekvésbe, és jön megint a vágíd. Gyere, nagyon szép párhuzamos lábakkal, és visszagördülsz. Egyenes háttal gyere föl, és csigolyáról csigolyára gördülj le. Mert behajlítani a hátadat most, amikor jössz vissza, lapocka, derék és a feneked a vége. Maradnak nagyon szépen párhuzamosan a combok, a térdek nem mennek ki oldalra. És a következőt már is megtartjuk itt fönt, jön a pici pumpa, tolod fel, tolod, fönt, 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 fönt. Fönt, fönt, megtartod, beszívod a levegőt, és visszagördülsz. Egy pillanatra húzd be a térdeket, gördülhetsz egy picit a derekadon, jól fog esni neki. Gyere, nyújtózkodhatsz is egyet. Aztán gyere vissza a kiinduló helyzetbe, még mindig párhuzamosak a combok. Fölemelkedünk, és megtartjuk itt a várhídban.
és jönnek a lábemelések. Tudod, most is a derékszöget, a tabletopot keresd meg, és csak addig hozd, nem hozod ide följebb a combod, csak eddig, és onnan teszed le. Erőből emeled, beszívod a levegőt, és erőből helyezed vissza. Nem dobod le, gördíted a talpadat, a lábujjad ér le először, és a végén a sarkad. Gyere még egyet-egyet, fönt maradunk csípővel. Mindig ugyanoda teszed vissza a talpad, az is fontos. Megtart a láb, és jön a pumpa, tolod fel, tolod, 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 fönt, 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 fönt. Megtartjuk, letesz a láb, és legördülünk csigolyáról csigolyára. Húzd be megint a térdeket a mellkasodhoz. Gördülj picit, mehetnek a térdek és a tekinteted ellentétesen. Aztán nyújtózz egy nagyot középen. Nyújtózkodj el ellentétes karral, lábbal is. Egyik oldalra, másik oldalra. És ha jól esik, akkor maradhatsz is még, akár lenne a földön, egy pici relaxációra, vagy folytathatod is a gyakorlást. Nekünk most itt a közös gyakorlás az ennyi volt, de remélem, hogy folytatod majd a Pilateszt, és találkozunk még. Sziasztok!